az, amikor te elhatározod, hogy elmész nyaralni és pihenni, és az időjárás azt mondja, hogy nem. Irány Horvátország. Alexa, reggel bepakoltunk, felkaptuk Filipet, bepattantunk az autóba és elindultunk Horvátország felé. Opatia volt a célpont, egy köztes ebéd megállóval, amelyet érintettük, nem volt igazából más opciónk, illetve itt más a meki, mint otthon, úgyhogy legalább egyszer kipróbáltuk, ilyen csirkebox például otthon nincs. Megérkeztünk, a szállodának nincs parkolója, úgyhogy a mellette levő szállodának a garázsába tudtunk leparkolni, mert egyébként mindenhol fizetős az utcán a parkoló. A hotel Istrába lesz, és a mellette levő szállónak a parkolóját, garázsát tudtuk használni, kis üdvözlő víz is volt a recepciónál. Megérkeztünk Opatiába, annyira izgatott vagyok. Alexa, imádunk Horvátországba jönni off-szezonba. Most a Hotel Istrába leszünk, ami kutyabarát, úgyhogy itt van Filip is velünk. És ja, elfoglaljuk a szobát elsődlegesen. Na jó, van a Filipnek ágy és tál. Imádom, amikor azt mondják egy helyre, hogy pet friendly, és tényleg pet friendly. Nem csak az, hogy behozhatod a kutyát. Azt nézd! Van, mekkora tükör! De jól néz ki! Na jó, túl izgatott lettem. Konkrétan. Ja, mert egyébként a hotel az ilyen sportokra, meg mozgás, meg egészségre van kihegyezve. Ha itt van például egy csomó olyan program, amit majd lehet csinálni. Egyébként holnap szeretnék menni pool bikingra, mert az nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy oda el fogok menni szerintem. Jó, de tetszik, nézd Manu, gyere, ez lesz az ágyad. Mondjuk hoztunk neked, de a legjobb az mindig a tengerre néző szoba. Bár most sötét van, mert estére értünk ide, de jaj, de jó lesz itt ücsörögni. Jó, most nem fog látszani semmi a tengerből, de de a hangja. Ez holnap reggel így kezdjük a videót. Holnap Tali, ez a hotel eddig isteni. Most elmenjünk egyet sétálni, felfedezzük a környéket, aztán holnaptól meg így jött az izgalom, és akkor mutatok nektek is majd minden természetesen, mind minden utazós vlogba. Hát jó reggelt! Nagyjából most ébredtünk, talán látszik. Az időjárás jelentést gyors lecsekkoltam, mert van az Ucska Nemzeti Park, ahol mindenképpen szeretnék menni egyet kirándulni, mert rengeteg élményem van Horvátországban a tengerről. Gyerekkoromban, Opatiában rengeteget jártunk. Viszont a kirándulás rész valahogy mindig elmaradt, és szeretném ezt a részt is felfedezni itt Horvátországba. Viszont megnéztem az időjárás jelentést, és konkrétan azt írja, hogy zuhogni fog az eső minden nap, amíg itt vagyunk, úgyhogy ez nem túl bizalomgerjesztő, ezért mondtam az Alexnak, hogy most gyorsan keljünk fel, menjünk reggelizni, és ma kiránduljunk egyet, ne holnap, mert hogyha holnap tényleg zuhog az eső, akkor nem fogunk tudni elmenni, és ma délelőttre vagy kora délutára még jó időt mond, úgyhogy még élvezzük. Természetesen kutyasétával indult a reggel, aztán elmentünk az autóhoz, a kis garázsba, és elindultunk a Vojak csúcsra, pontosabban az Ucska Nemzeti Parkba, és akkor itt szeretnénk egy kicsit kirándulni. Végre úgy vártam, hogy Horvátországba is tudjak egyszer kirándulni. Sikeresen felértünk az Ucska Nemzeti Parkhoz, bár körülbelül 20 km-re való benzinünk van, és nem tudjuk, hol van benzinkút, úgyhogy végig azon stresszeltük, hogy nagyon csillasan jöjjünk fel. És van egy új túrabakancsom, amit mindenképp szeretnék tesztelni. Olyan gyönyörű, szerintem soha nem lesz még többet ilyen fehér, úgyhogy ezt most ki akarom használni, kielvezem, hogy milyen szép, aztán meg jól leszekoszoljuk, de iszonyatosan szép lesz a kilátás, meg hát nagyjából kicsit felhős, de úgy nagyjából látszik valami, úgyhogy igazából ennyi a terv, hogy most oda felmegyünk, és nem rájövünk, hogy merre kell menni. Ide megyünk, ez a terv, úgyhogy jó az út. Végig egyértelműen jelezve volt az út, úgyhogy nagyon könnyű volt követni az útvonalat. Nagyon szeretem az ilyen kis sziklás ösvényeket. Annyira boldog vagyok, hogy itt vagyunk. Alexa akkor szokott boldog lenni, ha felérünk a tetejére. De én nagyon élvezem ezt az egészet. Olyan gyönyörű, olyan régóta vágytam arra, hogy Horvátországba végre kiránduljak egyet. Nem is értem, pedig annyival több van itt, mint egy tenger. Az ilyen kiránduló útvonalak a kedvenceim, ahol ilyen pici ösvényen a fák közt kell felmenni a csúcsra, annyira hangulatosak. Szerintem amúgy hamarosan felérünk, már nagyon közel vagyunk. Filip kitartóan és lelkesen nyomta velünk a túrát, mondjuk igazából így is nevelkedett, hogy egészen picikora óta mindig sziklás helyekren túráztam bele. Egyszer csak elkezdtünk vízbe tapicskolni, mondom, de jó, mi ez? Találtunk egy forrást, amit tök jó, mert Filip is tudott inni, meg mi is, úgyhogy igazából ezek olyan jó dolgok séta közben. Elkövettem egy hibát. Mondtam az Alexnak, hogy egy-másfél óra lesz az út, csak most fél úton rájöttünk, hogy mondta, hogy jó, de nem tisztáztam vele, hogy az csak az egyik irányba. Mert nekem az egyértelmű volt, hogy másfél óra fölfele, aztán másfél óra lefele. De ezek szerint tény,
elcsesztem. Azt mondta, hogy fél óra az út. Nem. Az egész. De azt mondta, hogy fél óra az út. Fél óra volt kocsival, most kb. Egy órája sétálunk valahol. Előbb láttam Frodót és Samut a hegyen, ahol egyébként nem. Már a felhőben sétálunk, nulla kilátásunk lesz az egésszel, és az előbb láttunk egy táblát, hogy még 50 perc séta az egy óra után. Nem, azt mondta, hogy egymásfélről lesz fölfele, azt én nem mondtam, hogy annyi lefele, és oké, van egy ilyen tábla, de nézd meg, a Filip tök lelkes. Vedd át az energiáit, jó lesz, hidd el. Lehet, hogy nem fogunk semmit látni, de az élmény, tudod, a mozgás az a léleknek jót tesz. Majd a Fönn mindig mosolyogsz, csak... A tiédnek tesz jót az élmény. Fönn mindig mosolyogsz, csak az út, amíg felmegyünk, az a szenvedés. Az én mozgásaim nem függőlegesen vannak. 15 perc is vége szenvedéseidnek, úgyhogy... Áú! Rohadt kő! Áú! Na ez az a kő, kilátó. Na ide jöttünk, Muti meg! Ide jöttünk. Eljöttünk a szép kilátásért. Szeretnél róla valamit mondani? Gyönyörű a kilátás, mint látjátok, itt a tenger, meg a szigetek, meg... Mit mondtál? Fel kell jönni majd még egyszer, hogy lássuk a kilátást is, amikor szebb idő van. Bejöttünk, és a pletykák igazak. Ez a hely egy nagy adag. 1396 méteren van a csúcs, autóval és gyalog is fel lehet jönni, bár a kilátásunk nem volt túl szép. Üresbe gurulunk le a hegyről, hogy legyen elég benzinünk az első benzinkútig, mert az 17 kilométerre van innen a hegytől. Szóval 23 kilométerre van benzinünk, viszont a benzinkút az 17 kilométerre van. Itt van a kút, de ez fullosan zárva van. Tudtunk egy kutat, ami felvette, de ugye nem beszéltünk velük, úgyhogy úgy vagyunk vele, hogy most átmenjünk oda, ez 13 percről a 7 kilométerre, talán még kibírjuk, mert bízunk benne, hogy az nyitva van. Meg vagyunk medve, menj nyugodtál! Alakul. Jaj, de jó! Amúgy valamilyen nem stresszeltem, úgy voltam vele, hogy majd csak megoldjuk valahogy. Sétálunk még egy kicsit, ugye? Igen, majd még egy kicsit sétálunk. Na, de meg vagyunk mentve, aztán mehetünk enni, mert már éhen halunk. Alex mondta, hogy szeretne meghívni engem valahova ebédre, úgyhogy igazából mondtam neki, hogy akkor válasszon ő helyet, ami szimpatikus. Sétálgattunk a parton, és akkor ez volt a kiszemelt hely. Itt természetesen Fincsi halat, meg tengergyümölcseit, meg ilyesmit választottunk, hogy mégiscsak azt máshol nem tudjuk enni. Akkor cseréljünk, mert azt Alex kérte, ezt meg én. De jól néz ki! Megkóstoltuk egymás finomságát is, hát isteni volt minden, tényleg ezt egy életen át tudnám menni, nagyon-nagyon finom volt, megpróbáltunk vásárolni is, de sajnos zárva volt. Gyors reggeli után eljöttünk Filippel sétálni, és meg akartuk nézni a hotelnek a kiépített strand részét, és annyira jól néz ki, megnéztem, és amúgy nem olyan hideg a víz, úgyhogy elgondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy bemegyek, mert ma egyébként is ilyen pihenős napot terveztünk, semmi extrával. Tök jó volt tegnap a kirándulás, de ma meg kis chill, kis nyugi, illetve a hotelnek, ugye ez ilyen aktív és health hotel, szóval vannak ilyen mozgással kapcsolatos programjaik is, és láttam, hogy van pool biking, amit még soha nem próbáltam, hogy medencébe beraknak biciklit, és akkor azon lehet tekerni, hogy jó voltam vele, hogy ennek ma adok egyesét, és ezt ki fogom próbálni, de a tengerben is jó lenne fürdeni, ki tudja, mikor jövünk vissza újra, mindig így állok haza, és mindig így vagyok vele. Olyan jó volt látni, hogy Filip milyen boldog a tenger látványától, ahol csak tudott bement, kicsit fürdött, megmártózott, és persze én se tudtam ezt kihagyni, mert annyira gyönyörű látvány volt a tenger, meg mindig úgy vagyok vele, hogy ki tudja, mikor jövök vissza. Hideg volt, körülbelül 18 fokos, de azért jól esett mozogva, nem volt vészes benne, meg hát semmiképp nem akartam kihagyni. Valahogy mindig hajt a vérem, hogy akkor is bemegyek a vízbe, ha hideg. Elindultunk bevásárolni, mert a tengeren is már jött a hajó, hogy mindenki menjen ki belőle, meg a felhők is úgy látszott, hogy lassan leszakad az ég, úgyhogy gyors, hogy 11-kor elindulunk, veszünk valamit, hogy piknikálhassunk egyet a szobába. Most semmi észre nem vágyunk, és azt beszéltük, hogy inkább csak a szobába fogunk egyet eszegetni, meg chillálni, és kicsit pihenünk, de olyan rossz volt, így kiugrottunk az ágyból, hogy gyorsan, mert mindjárt vihar van, és úgy érzem magam, hogy egy kicsit ücsörögtem, videót vágtam, és olyan érzésem van, mintha a legmélyebb álmomból lettem volna felkeltve, de ahova tegnap be akartunk menni bolt, oda akarunk bemenni most. Reméljük nyitva. Ja, reméljük nyitva. Reméljük, ma nyitva lesz. Most megpróbáljuk a Tomit. Poti! Poti! Mi kell? Valamilyen... Sör! Sör! Valami, én ilyen... ehetőre gondoltam, tudod, ilyen... Ez ehető kenyér.
Ja, jó, elnézést. A sör az a folyékben. Jó, rendben. Imádom a kedvencem, a linoláda, és ugye ez horvát finomság, viszont nálunk legtöbb helyen csak ezt árulják, viszont van itt az összes féle. Hú, ebből lehet, hogy vinni kéne haza párat. Itt van ilyen nagy. Ez a helyi kóla isteni finom volt, nekem nagyon-nagyon ízlett, úgyhogy ebből is kicsit betermeltünk, aztán mentünk vissza a szállásra. Megvan a szajré, és ott beszéltük, hogy inkább kiülünk a teraszról, és ott fogunk egyet ebédelni, mert ezt szeretnénk hallgatni és nézni. Nagyon durva, gyönyörű, de hát jó, hogy nem most fürdök. Kipakoltam a kis falatokat, és akkor így a csodás tenger morajlást hallgatva fogunk falatozni. Elképesztően jó hangulata volt annak, hogy kiültünk a kis ebédünkkel a teraszra, közben hallgattuk a tenger morajlását. Sajnos itt már elkezdett eléggé viharos, esős lenni az időjárás, úgyhogy tudtuk, hogy most már inkább a hotelnak a szépségeit belülről kell majd élveznünk, mert nem nagyon lesz lehetőségünk kimenni, úgyhogy itt már elkezdett szakadni az eső, mi is bementünk a szobába, mert még a teraszra is bevert. Oh, glóriám is van. Most egy picit kevésbé esik az eső, úgyhogy lejöttünk a Lungomára sétálni, itt batyogunk egyet-hárman, már mindenkinek jól esett. Ez Opeti és Lovrán közötti csicsi érintésével egy nagyon hosszú sétány. Imádom egyébként, talán emiatt is szeretem ennyire Opetiát. Ez 5,5 km, úgyhogy bőven akár a futáshoz, sétához, mindenhez alkalmas. Csak hát sajnos olyan szörnyű időnk van ezzel a zúgó esővel, hogy kevésbé tudjuk kielvezni, de azért mielőtt holnap hazamegyünk, még szeretünk volna egyet sétálni. Az idő miatt sajnos nektek is csak egy kis részét tudom megmutatni, mert még a sétányra is bejött a víz. Kettőnk közül Alex volt egyedül okos, aki hozott esőkabátot. Nekem meg odaadta a sapkáját, hogy nyázon el, ma már 8-adjára a hajam, meg mindenem, és talán ne fázzak meg annyira, mert hát ezt hiába mondtam, hogy amúgy Alex készülj, mert esni fog az eső. Persze eljött a szövetkabárba, meg így fehér cipőkbe, meg ilyenek, szóval... Na újra elázott a cipőd, jó, hogy megszárad. Olyan békésen álltál ott. És most még jobban rákezdett az eső. Megmenekült, kis cipellőm. Ojaj, ojaj! Folyik a cipőmből a víz, hogyha lenyomom a lábujjaim, kijönnek a lyukakon. Szívem vágya lett volna, hogy az egész sétányon végig menjünk, de igazából így is tök jó volt. Csak annyira nagyok lettek a hullámok, hogy mint látjátok, az egész sétány beborította, és nem tudtuk sajnos tovább sétálni. Hát a természet közbeszólt, úgyhogy megyünk vissza a hotelbe, úgyis kezdődik lassan a poolbiking 6-tól, mert a sétányra olyan szinten feljön a tenger, hogy teljesen beborítana minket, úgyhogy menjünk vissza. Itt van minden, ami a poolbike-ozáshoz kellett. Felkaptam a fürdőruhám, összefogtam a hajam, aztán suhantam le gyorsan a medencéhez, hogy nehogy elkéssek az időpontról. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. Suhanjunk le a -2-re. Belegizgulom, tuti most van? Oké, ott van kiírva. Tuti most van, oké. Hello! Korábban sosem próbáltam a poolbikingot, ez volt az első élményem, nagyon különleges volt, és elképesztően aranyos volt a hölgy a hotelisztrában, aki tartja ezeket az órákat. Igazából mindig ő tartja, úgyhogy bármikor mentek, vele fogtok találkozni. Iszonyatosan aranyos, beállítottuk rajtam, hogy milyen magasságú legyen a bringa, aztán behelyezte a vízbe, és igazából innen mehetett is az óra. Én most igazából pont egyedül voltam, jól is jött ki, így senki nem lógott bele a videóba, senkinek nem volt kellemetlen, hogy közben videóztunk, viszont mindenképp szerettem volna nektek megörökíteni. Tényleg nagyon jó volt, azért nem mondom, hogy nem égett be a combom, amikor ilyen izomból felállva tekertem megállás nélkül, és még két gumikötél is van, úgyhogy még a felsőtestre is jól lehet közben edzeni, nem csak alsóra. Hát iszonyatosan jó volt, ha tehetitek, azért ennek adjatok egy esélyt, ha valahol láttok, ahol éppen vagytok. Én nem gondoltam, hogy a poolbiking ennyire jó, iszonyatosan jó. Itt a hotelben mindig ugye ez a csajszi tartja, és nagyon kedves, úgyhogy ha tudjátok, és itt vagytok, akkor gyertek, mert tényleg érdemes kipróbálni, mert nagyon-nagyon jó dolog. Menjünk vacsizni! Én is vagyok. Ekkaja! És? A szobánkat félpanzióval együtt vettük igénybe, így a reggelit és a vacsorát is a szállodába fogyasztottuk el. Mindkettő tök jó volt, mindig változatos, úgyhogy most leszaladtunk vacsizni, finomakat ettünk, meg persze tök jó desszertek voltak. Volt egy húskombóc, együnk húskombóc. Mindenki pont be hétre jön vacsizni. Olyan jó volt, ilyenkor az ember mindig csak válogat, élvezi, hogy nem neki kell elkészíteni. Hoztam neked citromot. Ó, köszi. Ez az utolsó reggelünk itt, és azon agyaltam, hogy kéne még valamit csinálni, de iszonyatosan nagy vihar van, meg esik az eső, úgyhogy valamit itt a hotelen belül igyekszem megoldani, és így egy csomó ilyen activity van, és gondoltam, hogy a SUP jogát még ma reggelre berakom, és utána majd reggelünk, meg pakolunk, és megyünk haza. Úgyhogy szerintem most elmegyek SUP jogázni, mert a poolbiking is tök jó volt, úgyhogy adok ennek is egy esélyt. Kicsit izgulok. Mit szűrűsöm előtt? Tészem, elköszűröm.
ott fennhagytam a törölközőmet, de nem baj. Ezt elfelejtettem. Rengeteg lehetőség közül lehet választani, nem csak a SUP Yoga vagy a Pool Biking van a hotelba, viszont nekem ez a kettő volt szimpatikus, meg ezt néztem ki a liftbe, ugye ott is van egy nagy táblázat, hogy mi, mikor, hogyan elérhető. Hát elég mókás volt, néha kicsit nehéz volt megtartani a balanszot, ülni még ment, bár néha Alex kicsit arrébb rugott, hogy menjek beljebb a vizen, akkor azért megborult az egyensúlyom, de nagyon jó móka volt, tényleg egy kis kikapcsolódás, átszellemülés, egy yoga óra, amit a SUP-on vizen tehetsz meg, úgyhogy ez is egy kis pluszt, egy extra élményt ad, illetve a balanszot lehet gyakorolni. Ez a SUP Yoga, ez egy teljesen random dolog volt, mondtam Alexnak, hogy jöjjünk le, próbáljuk ki, ő nem próbálta ki, de levideózott engem, úgyhogy segített. Viszont annyira jó dolog volt, hogy örülök, hogy most így fogunk hazamenni, hogy egy kicsit így felfrissülve és nyugisan indul a hazafele 5 órás vezetős autóút. Na. Igazából nincs kedvem hazamenni. Mindig akkor kezdem el élvezni a nyaralást, amikor megyünk haza. Bár az első napon ki kéne kapcsolni. Elkezdtünk összepakolni, Filip megette a kis reggeliét, és iszonyatosan jó élmény volt az, hogy egy kutyabarát szállodában voltunk. Korábban ilyenre nem volt példa, mindig inkább az apartman lehetőséget választottuk, mert nem nagyon találtunk szállodában ilyen opciót, vagy ilyen lehetőségekkel, úgyhogy sokkal jobb érzés volt, hogy velünk volt Filip. Úgyhogy most már pakolászunk, megyünk sajnos haza, nem tudom mikor lesz legközelebb utazás, de lesz biztos, csinálok majd valamiféle videót róla. Köszönöm, hogy ezt megnéztétek, és találkozunk a következő videóba. Sziasztok!